vendégeink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek, és hoztam magam egy vendéget is. Főbíróság úr, a régi világban nagyon fontos szerepet töltött be, most sincs másként, ő pedig dr. Takács Árpád, a kormány megbízottunk, Békés megye kormányhivatal vezetője és megbízottja. Kérdezőjük lepáradunk a megbízottunk, és ő köszönti a mai háladó esténken azokat, akik minket kiszolgáltak. De nem akarom elvenni a poént, úgyhogy át is adom a szót. Kérem, köszöntse a vendégeinket. Igen, valamikor főispánnak hívták, így van. Köszönöm szépen. Nagyra becsült, kereskedelmi dolgozók, kedves szarvasiak, néha tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A Békés megyei kormányhivatal nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai esten. Azon az esten, amely az egészségügyi kormányzat által létrehívott programnak a része, köszönjük Magyarország, ez a neve a programnak, itt Szarvason, az egykori történelmi Magyarország közepén. És engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem díszvendégeinket, a Debi ABC képviseletében Kis Ágnes és Hanyac Korbely Renátát, a Szarvaskop ZRT gazdagok képviseletében Szakács István, Mornán és Szönke Jödikót, a Szarvaskop ZRT 490-es ABC dolgozóit, a Szarvaskop ZRT Diego bútorból dolgozóit, Tóth Ferenc egyéni vállalkozót, a Szarvas Kenyér Kft. Képviseletéből Szarvas Cipó Kft. Képviseletéből. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt hónapokban Magyarországot is elérte egy olyan világjárvány, amely alapján, vagy amelynek következtében megváltozott a gondolkodásmódunk, megváltozott a cselekvőképességünk, és egyáltalán megváltozott az elgondolásunk arra a világról, amelyben éltünk, és a biztonságról való felfogásunk is nagy mértékben átalakult. De azt lehet mondani, hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, hogy Magyarország jól védekezett, és az első csatát megnyertük. És így volt ez szinte hazánkban, itt Békés megyében is, hiszen sikeresen és eredményesen védekeztünk. Sikeresen védekeztünk, mert legalacsonyabbak között van a fertőzöttek száma Békés megyében, és eredményesen is védekeztünk, hiszen emberéletet nem követelt. Ennek a sikeres védekezésnek három feltétele volt. Egyrészt, hogy Magyarország kormánya időben gyorsan meghozta azokat a szükséges biztonsági intézkedéseket, amely a Békés megyei emberek, a magyar emberek védelmét szolgálták. Másodszorban szükség volt arra, hogy olyan összefogás alakuljon ki, amelynek tanúi lehettünk, a civil társadalom, a vállalkozói szektor, az önkormányzatok, az államigazgatási szervek és állami szervek, az egészségügyi dolgozók, az ápolók, a szociális ágazat dolgozói, a kereskedelmi dolgozók, akiket most köszöntünk, és mindenki tette a dolgát, ez végtől fontos. És harmadsorban szükség volt arra, hogy a Békés megyei emberek fegyelmezetten hajtsák végre a kormány és az operatív törzs utasításait, türelemmel hajtották végre, egymásra figyelve, tisztelet és köszönet érte minden Békés megyei embernek is. És nyilván egy kicsit a közigazgatás is átalakult, hiszen át kellett állnunk egy úgynevezett veszélyhelyzeti rendkívüli üzemmódra, és igaz ez az önkormányzatokra is. És itt szeretném elmondani azt, hogy az önkormányzatok higgadtan és mértéktartóan hoztak döntéseket. A polgármesterek meghozták azokat a szükséges intézkedéseiket, határozataikat, amely az adott település védelmét szolgálták. Így volt ez Szarvas városában is. Polgármester, gratulálok a kiváló munkához, amit Ön és az Ön által vezetett önkormányzat végrehajtott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kereskedelmi dolgozók, ha lehet így fogalmazni, akkor a frontvonalban, a szószoros értelmében a mindennapi kenyerünk biztosítása miatt vitték vására a bőrüket. Önök nem hallhatták meg a maradjanak otthon felhívást, hiszen elkötelezetten feláldozva önmagukat néztek farkas szemet az ismeretlennel. Egyetlen magyar sincs egyedül, üzente Magyarország kormánya minden magyar embernek, és ez a mai rendezvény is két célt szolgál. Az egyik az, hogy a kicsit háttérbe szorult művésztársadalomnak nyújtson segítő jobbot, akik nem tudtak a vírusban fellépni,
másrészt pedig köszönetet mondjunk mindazoknak, akik tették a dolgukat. Meggyőződésem az, hogy megújulva, megerősödve és ellenállóban jöttünk ki ebből a válságból. És ez a megújulás a jövőre egyfajta kötelezettséget is jelent, mert új tartalommal kell megtöltenünk Békés megyét. Újra kell teremtenünk Békés megyét, szűkebb hazánkat, újra kell teremtenünk a biztonsági érzetünket, és át kell pozícionálnunk, mint terméket. Tehát újra kell teremtenünk, mint álmot, mint lehetőséget, és mint döntést. És mindenünk megvan ehhez. Van földünk, amit megművelhetünk. Van iparunk, egyre inkább bővülnek a beruházások. De ami ennél sokkal fontosabb, van tehetségünk, van tudásunk, van szorgalmunk, van akaratunk, van kitartásunk, és van hitünk. A kétkedők általában azt mondják, hogy semmink nincs itt Békés megyében, csak tehetségünk, tudásunk, akaratunk, kitartásunk és hitünk. Ez több, mint elég. És a kétkedők azt is szokták mondani, néha legyintenek, hogy Békés megye az ország szélén van. Ez földrajzilag igaz. De Békés megye az egykori történelmi Magyarország közepén, a nemzet közepén, tehát az Isten tenyerén van. És az Isten tenyere nem lehet periféria, mert ebben a megyében, ebben a városban, Békés megye valamennyi településén igenis dolgos, tisztességes, becsületes emberek élnek, akik szeretik a családjukat és szeretik a hazájukat. És éppen ezért én azt hiszem, hogy Békés megye nem csak a mi otthonunk, hanem egy olyan otthon, amiért felelősséggel tartozunk. Felelősséggel tartozunk egymásért. És a jövőben ennek az összefogásnak kell iránytűnek lenni, annak a fegyelemnek, hiszen a vírus nem szűnt meg, itt van még közöttünk. És azért is tartozunk egymásért felelősséggel, mert itt élünk együtt 300 éve ebben a megyében, 5 nemzetiség. És ha a 20. század történelmére visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy lehetnek olyan szerencsétlen történelmi helyzetek, olyan szerencsétlen történelmi pillanatok, amikor az embert kiemelhetik a szülőföldjéről. Mi már csak tudjuk. De az szülőföldet soha nem emelhetik ki az emberből. Sinkó Csibrét idézve, mert hazát és hitet nem cserél az ember, mint ahogy arcot sem. Mert mindkettőt őseinktől örököltük, és a hűség kötelez. Bennünket, ebben a korban élőket arra kötelez, hogy az örökséget megtartsuk, és a biztonságot fenntartsuk. A művészet és a kultúra azon túlmenően, hogy ezek a dolgok azok, amiért érdemes élni igazán, de a jó sorsban ékesség, a bal sorsban pedig menedék. Én azt kívánom, hogy a ma este legyen egy kicsit menedék, de legyen a jövőre mutató, jövőbe látó ékesség. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszöntöm a kereskedelmi dolgozókat, köszönöm a munkájukat, megtisztelő, hogy itt lehettem, polgármester úr, köszönöm szépen, jó szórakozást kívánok! De az igazság, hogy a Védelmizottság elnök, hogy rajta is múlott az, hogy ebben a megyében nagyon csekély megbetegedés volt, és át tudtuk vészelni. Takács Árpád, Dr. Takács Árpád, Védelmizottság elnöke, köszönöm városom nevében a segítségét, a maszkokat, meg sok egyéb mást, amit sikerült megkapnunk, úgy hálásak vagyunk. Most pedig semmi más nem következik a beszédeink után, mint hogy még egyszer én is köszöntsem kedves mindannyiukat, és hálánkat fejezzük ki, Fekete Péter államtitkárunknak is, aki finanszírozza itt hétvégénként a háladó koncertjeinket, és ma este pedig következzék a... Jó, de azt mondták, hogy mit mondjak? Meglepetés zenekar jön. Fantasztikus, hogy meg fognak benneteket lepni, úgyhogy ők védekeznek, majd meglátjuk, mi lesz a vége. De jó szórakozást, kedves mindannyiuknak! Perceken belül forrni fog a levegő a víz felett, de mégis péntek este mit kap a közönség a Szarvasi Vízi Színpadon? Hát remélem különleges dolgot, ugyanis számunkra ez az idei legkülönlegesebb buli, ugyanis idén még nem játszottunk, hiszen jött ez a vírus, meg minden egyéb olyan, ami miatt nem lehetett játszani. Úgyhogy idén ez az első bulink, és ha hirtelen megint bejön a vírus jövő héten, akkor az utolsó is valószínűleg, úgyhogy mindenképpen különleges lesz a buli. Úgy készülünk, hát nem tudom, 8:30-kor kezdünk, nem tudom, lesztek-e gyerekek, vagy csak felnőttek, de hát végülis ők is nemrég voltak gyerekek, úgyhogy majd úgy fogjuk összeállítani a műsort, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek is, meg nekünk is tetszen.
forszírozom ezt az idei első bulit, akkor mégis hogyan készültek, hogyan hangolódtak-e szabadtéri amfiteátrumba? Hát kérlek szépen, egész nap próbáltunk, ugyanis mivel nem játszottunk, hát egy kicsit kicsúszott a hangszer a kezünkből, meg a dalok is, de végül is meglepően jól sikerült, úgyhogy még emlékszünk mindenre, sőt, még egy kis újdonságot is összehoztunk. Nem itt tudhatunk erről az újdonságról. Egyáltalán, hogyha címmel illetnénk a mai koncertot, akkor mi lenne az? Hát, hogyha címmel illetném, akkor hát szerintem Pafabűvös Sárkány és barátai lenne. És hogy mi lesz az újdonság, azt meg majd azt tudja meg, aki eljön a koncertre. Van esetleg célközönség, akinek szól ez a mai est, vagy bárkinek fogyasztható? Hát tulajdonképpen a célközönségünk az ilyen csinos lányok, mint te vagy, de hát igazából a mi életünk úgy kezdődött, hogy egyszer játszottunk egy olyan falunapon, ahol 0-tól 99 évesig ott volt mindenki, és ekkor alakult ki, hogy nekünk meg kell tanulni gyerekeknek is, meg felnőtteknek is játszani, úgyhogy konkrétan a célközönségünk, aki még él. Nekem napról napra egyre izgalmasabb interjút készítenem, hiszen szúnyog invázió van, de mit jelent ez egy előadó művész életében, hogy szabad téren vannak ilyen lények? Hát mi nem vagyunk vegetáriánusok, úgyhogy az, hogy meg fogunk enni egy pár szúnyogot, az ilyen szempontból nem fog zavarni minket. Más szempontból biztos, tehát hogyha egy-egy dalban kimarad egy szó, akkor valószínűleg éppen szúnyogot teszünk, de hát mivel mi ilyen régi módi zenekar vagyunk, aki csak élőben játszik, és reméljük ezt a közönség majd megbocsátja. Mit tudhatunk erről a régi módiságra? Mégis, hogyha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor röviden hogyan vázolná nézőknek, hallgatóknak, mit illik önökről tudni? Hát idén leszünk 44 évesek, ami hát egy nagyon szigorú szám. 44 éve kezdtük, azóta bejártuk az országot, a világot, jártunk a country zene hazájába többször, Amerikába. Megjelent sok lemezünk, egyikünk szerint 29, másikunk szerint 30. Eladtunk több mint 1 millió lemezt, ebből lett 2 arany, 2 platina, vagy talán 4 arany, már nem is tudom, inkább azt hiszem 4 arany lett és 2 platina. És hát még mindig játszunk, és még szeretnénk sokáig. Hogyan tudnál nekünk definiálni, mit értünk az alatt, hogy country zene, illetve country zenekar? Hát ez a country zene, ez egy érdekes kialakulás volt a mi életünkben. Mikor elkezdtünk játszani nagyon-nagyon régen, akkor mi játszottunk mindenféle zenét, népzenéket is. Ezért került a nevünkbe ez a folk szó, meg hát ilyen amerikai zenét is. És hát többek szerint ezt játszottuk a legjobban, és így szép lassan elmentünk ebbe a country vonalba, ami hát ez a bendzsós, hegedűs, ritmusos, vidám zene, amit aztán végül is magunkévá tettünk, és ehhez ami érdekes volt, hogy elkezdtünk magyarul írni szövegeket, és hát így ismert minket meg a nagyvilág. Mi a receptje annak, hogy ezt a sikert, ezt a népszerűséget még ma is felszínen tartják? Hát kérlek szépen, hogyha tudnám a receptjét, akkor nem mondanám el, de tulajdonképpen nem tudom. Mi nagyon komolyan veszünk minden bulit, tehát van úgy, hogy nagyon pici gyerekeknek játszunk például, mi őket is ugyanolyan komolyan veszünk, ugyanolyan rendesen felöltözünk, ugyanolyan szépen 4 szólamba énekelünk, ugyanolyan gitárszólók lesznek, és ezt a gyerekek meghálálják, szóval felénk még almacsutka nem repült, pedig a gyerekek nem udvariasak. És honnan a zenekar neve, a folkot már részletezte, de hogy miért pont 100 folk? Hát ez talán nem olyan szórakoztató történet, de egy asztal körül ültünk, és mindenki dobálódzott mindenre, és bejött ez a folk, legyen benne a folk, 1 folk, 2 folk, legyen 100 folk, az még egy ilyen kis szójáték, és milyen jó lesz, hogy ezt majd nemzetközileg is értik. Hát miután elkezdtünk külföldre járni, főleg Amerikába, akkor értettük meg, hogy ezt senki nem érti ott, mert ott Fahrenheit van, úgyhogy ez a 100 fok Celsius valahogy így jött össze. Külsőségekre mennyire adnak egy zenekar életében, melyek azok az elengedhetetlen kellékek a hangszereken túl, aminek például a Szarvasi vízi színpadot se tisztelnék meg? Hát az igaz, hogy mi olyan zenekar vagyunk, akik adnak a külsőségekkel olyan szempontból, hogy mi utcai ruhában nem megyünk fel a színpadra, ez nekünk egy régi, hogy is mondjam, bevált törvényünk, hanem olyan ruhába, ami egy kicsit a zenénkhez stimmel, tehát mi kabbolyok leszünk, tehát kabboly kalap, csizma, westerning, ami megy ehhez az egész stílushoz. És hogyha egy-két híres dalukat hozzuk most felszínre, akkor elsőként mi jut eszébe arról, hogy országút? Hát az országút, igen.
el fogjuk játszani. El fogjuk játszani. Igazából erről egy szomorú dolog jut eszembe, mert hogy mi van most 2020, sajnos két éve elvesztettük már az Orbán Józsit, és ő énekelte ezt a dalt, úgyhogy most szálasztottuk egymás között, és úgy fogjuk elénekelni. És hogyha ma este során csak egyetlen egy dalt adhatnának nekünk elő, akkor melyik lenne az, és miért? Valószínűleg, ha nem a Paffabiből Sárkány lenne, akkor kikapnánk, úgyhogy valószínűleg azt választanám. Szarvas után hova tovább? Hát megyünk tovább az országban. Most kezd szerveződni ez az új élet, tehát még pontosan sem a dátumokat, sem a helyszíneket nem tudom megmondani. Remélem, hogy nem jön közbe semmi olyan, ami az év elején közbe jött, és elkezdhetünk újra azzal foglalkozni, amihez értünk. És hogyha már ilyen jó hangvételű interjú készült, akkor, és visszatekintünk a pandémiás időszakra, akkor mi volt benne talán a legjobb, ha ne a negatív részéről beszéljünk? Hát először is az, hogy mindenki rendet csinált otthon, és amire eddig hivatkozott, hogy nincs ideje megcsinálni, azt most meg kellett csinálni. Én azt hiszem életemben ennyi filmet nem láttam, mert hogy esténként filmeket néztem. Minden héten beszéltünk egymással, kijönni nem mertünk, mert hát vigyáztunk. Úgyhogy minden héten megbeszéltük, hogy ha elengednek minket, mit fogunk csinálni. Hát most itt vagyunk, és azt fogjuk csinálni, amit megbeszéltünk. Maszkban neten próbáltál énekelni? Nem, de most csak azért mondom el, mert hogy ez biztos a buli után fog lemenni ez az interjú. Ugyanis az a tervünk, hogy maszkban megyünk ki. És csak mikor elkezdünk énekelni, akkor fogjuk levenni. Csak hogy éreztessük ezt az egész furcsa helyzetet. Vannak kereskedelmi dolgozók is, ugye? Vannak kereskedelmi dolgozók, ugye? Hát olyan, mint a közérbe jöttünk, ott meg föl kell venni. De mi ezt cserélgetjük is rendesen, mondjuk egymással, de mindent betartottunk. Úgyhogy ha megvannak a fotók, akkor fiúk, ugye? Levehetjük? Na, vegyük le, megmutatjuk. Nem lesz szebb? Na, nézzük! Ugye? Én magam a hajtadnám, mert a szülők ellen végig. Persze. Szóval, hölgyeim és uraim, egy különleges buli számunkra ez a mai nap, mert hogy idén mi még nem játszottunk. Idén még nem játszottunk, mert hát egy furcsa dolog történt ezzel a vírus dologgal, és hogyha jövő héten visszajön a vírus, akkor ez volt az utolsó bulink is. Úgyhogy ti egy ilyen különleges bulinak a résztvevői lehettek, és hát azért mondjuk remélem, hogy nem így lesz. Szóval, indulhat a buli? Igen, indulhat a buli! Igen. És ezt a dalat, amit Dobos Pacsirtán fogja énekelni, maga Miki Manó. Gyurika a pompom, s a három rigó.